Szeretett testvéreim, folytassuk a hegyi beszéd tanulmányozását. Most a Lukács írása szerinti evangélium 6. részének 37. verse következik. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Most már szinte mondanom sem kell, hogy isteni programot kapunk a hegyi beszédben, ahogy említettem, hogy igazából szeretné a mi Urunk, hogy a mennyei program átjöjjön a mi életünkbe. Hiszen ki az, aki nem ítél igazán? Hát a mi Urunk, a mi Istenünk. És mikor Jézus itt járt, akkor sem az ítélkező Jézus ment végig a vonalon, hanem az a Jézus, aki mérhetetlen irgalommal hajolt le az egyébként bűnös emberhez, elítélhető emberhez, és ki az, aki nem kárhoztat bennünket? Ahogy a János 3.16 után olvassuk, hogy mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. És ugyanott van, hogy aki hisz, üdvözül, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, és nagyon súlyos folytatása van, de az egész azért történt, mert nem kárhoztatni akar Isten bennünket. És ki az, aki megbocsát? Minden bűnünket megbocsát. Hát a mi mennyei atyánk. És ezért mondja, hogy ti is úgy járjatok ebben a világban, hogy ne az ítélkezés, ne a kárhoztatás, ne a meg nem bocsátó keménység jellemezze az életeteket. Ez a világ nagyjából úgy jár, ahogy ő mondja, hogy ne járjunk. Így jár emberekkel szemben, de ő neki más a programja, és más az eredménye is a programjának, mert ő azt szeretné, hogyha rajtunk keresztül is emberek mentetnének meg igazán az életre, a nagybetűs életre. És amikor azt mondja, hogy ne ítéljetek, akkor nem azt mondja, hogy ne járjatok józanul, és ne legyenek értékítéleteitek, hanem ne ítéljétek el a bűnöst, a bűnt igen, és józanul beszéljetek ebben az ügyben, mert vannak csoportok, akik még a Bibliára is hivatkoznak, miközben olyat erőltetnének, amit a Biblia tilt, vagy a Biblia egészen másképp beszél róla, és képesek azt mondani, a múltkoriban olvastam, hogy ott van a Bibliában, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. És ezt úgy használják, ahogy nem szabad használni. Mert igenis, a világos dolgokról legyen világos állásfoglalásunk. De ez nem azt jelenti, hogy ítéljük el az embereket, hanem próbáljuk úgy eléjük tárni, és próbáljunk úgy járni, hogy külön tudjuk választani, hogy inkább megesik a szívünk azon az emberen. Hát a mi mennyei atyánk szíve is megesett rajtunk, és ezért küldte ide azt a Jézust, aki nem ítélkezett, nem kárhoztatott, nem keménykedett, hanem aki éppen, hogy az életét is odaadta azért, hogy nekünk bocsánatot adjon, és akinek megesett a szíve az embereken. Azt mondta, olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, vagy nem tanították meg rá, vagy benne vannak a sátán csapdájába, vagy
Tehát ő azzal az irgalmas szemmel nézte, hogy hogy lehetne ezen az emberen segíteni. És nagyon, nagyon jó nekünk ezt tanulgatni, az adott helyzetekben gyakorolni, hogy most mit jelent, hogy elmondjam, ha kell, a dolgokat, ahogy látom Isten igéje alapján, de ne úgy, hogy én most el akarom ítélni azt az embert, vagy úgy akarok keménykedni, vagy úgy kárhoztatni. Hát az meg, amikor odaérünk, hogy bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik, hát a mi atyánkba elmondjuk rendre, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Talán az eredetiben még inkább az, hogy megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek, de mindenképpen azt mutatja, hogy ez, ahogyan tőle várjuk, ugyanúgy megy tovább a mi részünkről. Ahogy olvassuk a Máté 18-ban a 10 000 talentum elengedését, és akkor 100 dénárért szorongatta a torkát, és az adósok börtönébe vetette, akinek elengedtek ennyit, a szolgatársát. Hát nagyon határozott az ige válasza, hogy ha így cselekszik, mennyei atyátok veletek, már mint ahogy ezt a szolgát maga elérendelte, és keményen elítélte, ha szívetekből meg nem bocsátjátok atyátok fiainak, amit vétettek ellenetek. Nagyon érdekes itt a, nek a menetrendje, és nagyon fontos, hogy ezeket az igéket ne csak egyszer itt hallottuk, hanem ezeket vegyük elő, és legyen a tananyagunk, legyen a gyakorló pályánk, hogy én most ezt a részletét próbálom nagyon figyelni az életembe, gyakorolni, és hát ez csodálatos pálya, hát hogy a mennyei életet rajtam keresztül, töredék emberen, törékeny emberen keresztül szeretné másoknak is tovább adni, másokat is részeltetni benne, hozzájuttatni az Isten. Hát ez óriási kitüntetés. Köszönjük neki!